Kislányok milliói álmodoznak arról, hogy egyszer ruhákat terveznek, azt mások bemutatják, majd és a világ hírnévig Milánó, Párizs vagy New York nagy nevű divat cégeihez repíti el őket a tehetségük. A legtöbb állama a gyerek és tini szobák titka marad, ám akadnak Magyarországon is egyre többen, akiknek hosszú és kitartó tanulás, fejlődés végén sikerül megismertetniük saját egyedi ízlésüket a nagyvilággal. Bár még csak kicsiben, de hasonló úton indult el Gembicki Glória is, az egykoron a Salgó közgazdasági középiskolában végzett 26 éves lány ugyanis nemrég gondolt egy nagyot, keresett egy divat szakértő és stylist képzést, majd a vizsga munkáit elküldte egy New Yorki divatlapnak. Bátorságát siker koronázta, hiszen a lap nyolc oldalon keresztül mutatta be ötleteit, munkáit, és Glória ma már tudatosan és a fejlődés vágyával telve látogatja a hazai divat bemutatókat, ahol aktívan dolgozik is. Hogy egy újabb Zóbkati vagy Sándor Szandra lesz -e belőle, még nem tudni. Azt azonban tudja, hogy elsősorban a filmvilág vonza a stylist szakmán belül, így könnyen lehet, hogy néhány év múlva valamelyik nagy nevű produkciós táblistáján olvashatjuk nevét a mozivásznon. Köszöntöm a hírefem hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Andó Ákost hallják. Kislánykorodban te ilyen babázós, babátöltöztetős kislány voltál? Igen, emlékszek rá, hogy kiskoromban még abban az időben a brecbabák voltak a menők. Én azt gyűjtöttem, volt legalább kilenc féle nekem, mert ezek így külön témákba jelentek meg. Emlékszek, hogy volt, ami például egy rockstáros volt, és különböző kiegészítők voltak hozzá, például gitár, egy kis színpad, de volt olyan is, ami például ilyen korcsolyázós volt, és akkor ezek között mentek a ruhacserék, meg vehettél hozzá különböző kiegészítőket, úgyhogy én ezeket nagyon szerettem. Azt tudom, hogy volt voltak másféle babáim is, de én ezekre a brecekre emlékszek leginkább. Mert ezeket lehetett öltöztetni. Igen. Vartál is, vagy készítettél nekik saját ruhát? Nem, inkább so? Csak. vettem hozzá mindenféle kiegészítőt. Mi volt a kedvenc, mikor be lehetett mutatni a babákon keresztül többféle ruhát, és akkor is manöken sokat? <laughs> volt olyan, és igen, különböző szetteket állítottam már akkor is össze rajtuk, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen. És a szülők mit szóltak ehhez, hogy gyűlnek, gyűlnek a ruhák szerencsére még nem a nagy szekrényben, a lányéban, nem egyelőre a babás szekrényben. Szerintem már unták, hogy minden egyes alkalomra ilyen babát kértem. És azóta van ugye utána a lányoknak egy olyan időszak, amikor elkezdenek rajzolni saját tervezésű ruhákat, az is megvolt? Nem, ez kimaradt az én életemből, mert sajnos a rajzolás az nem az erősségem otthon a ruhás szekrény azért tele volt? Mert egy lánynak kell, hogy legyen sok Az, korája. az igen, az tele van folyamatosan. Ment a cserélgetés is a barátnőkkel? Nem, az annyira nem. Mindenkinek meg volt így a sajátja, egymás között annyira nem. Az én időmben, amikor én fiatal voltam, akkor ezt még a lányok nagyon szerették, hogy, hogy egymás ruháit cserélgették. Tanácsokat adtak persze, hogy kinek melyik áll jól. Hát ez nálunk is volt, elmondtuk egymásnak, hogy mi tetszik, mi nem, meg hú, de jó lenne nekem is ilyen, de úgy, úgy igazából cserélgetés nem volt. Ha most téged hirtelen definiálni kéne, akkor te stylistként vagy apostrofálható? Egész pontosan divatszakértő és stylist. Ez egy komoly foglalkozás. Az. <laughs> Mi volt az indítatásod a divat felé? Jó, oké, okay, lány vagy, ez természetes. Igen, mindig is tetszett egyébként a divat, maga a ruhák, de igazából engem főleg ennek a világa fogott, meg így a divat bemutatók főleg mindig is érdekesnek gondoltam így, kívülállóként, hogy ez az egész folyamat, ez hogy áll össze, mivől áll egy bemutató, a háttér sztorikat, meg persze természetesen tetszettek a ruhák is, de valahogy engem így ez, a, ez fogott meg így ez a világ. Tehát a feeling, ami... Igen ami így e körül van. Hogy be lehet mutatni egy új kollekciót, és hogy az hogy készül el, és Igen. hogy tálaljuk. Igen. Mikor döntötted el, hogy belevágsz, hogy, hogy elindulsz egy ilyen stylist képze? Mert azért ebből nem érettségizik az ember. Nem, így van, így van. Igazából, hogy mondtam is, hogy mindig is érdekelt engem így ez a világ, meg a fotózások. Próbáltam keresgetni lehetőségeket, hogy ez honnan lehetne, meg igazából a munkahelyemen is van többféle fotózás, rendez is még mindig Eddig minden évben szépségversenyt. És az utóbbi években én is részt vettem ennek a lebonyolításában, meg a szervezésébe, és akkor így, így rájöttem, hogy én ezzel szeretnék igazából foglalkozni, de nem csak így a háttérben, hanem így aktívabb résztvevőként is. És akkor ezután kezdtem el keresni lehetőségeket, és akkor találtam többféle iskolát, és volt egy, ami különösen megtetszett, mert a leírásban inkább így gyakorlatorientált oktatás volt, meg elismert divatszakma beli oktatók, úgyhogy igazából megtaláltam azt, ami a legjobban tetszett, és belevágtam. Mondhatjuk, hogy munkahelyi ártalomból indult. Igazából igen. Mondhatjuk. És aztán lett belőle egy saját választás. Azt honnan tudtad beazonosítani, hogy ez a képzés ez mennyire magas színvonalú? Igazából az oktatókból, mert ahogy mondtam, elismert oktatók, akiket azért elég sokan ismernek ebben a szakmában. Különböző fotósok, stylistok, tervezők, mindenféle jellegű oktatást kaptunk mindenkitől, mindenbe beleláthattunk egy kicsit. Hogy működött a jelentkezés? Volt egy felvételi lap, vagy egyszerűen csak jelentkezni kellett egy online felületen? Először jelentkezni kellett, aztán behívtak igazából, és ott volt egy ilyen felvételi beszélgetésünk lényegében. Aztán visszajeleztek egy pár nap múlva, hogy felvettek-e, vagy sem. Ez neked jól sikerült. Jó, igen. Beszélni felvettek. akkor is tudtál. Muszáj <laughs> volt. <laughs> mi, minden, mi mindenre voltak kíváncsiak? Igazából körülbelül ezekre, amiket most te kérdezel, hogy honnan jött ez az én életemben, mit szeretnék ezzel kezdeni, ilyen kérdések voltak ott is. Na nézzük ezt a képzést, hogy hogyan zajlott. Mi volt az, ami leginkább megfogott benne? Volt-e olyan, amire nem is számítottál, hogy ilyesmit is tanulni fogsz? Volt, mert azért is tetszett ez meg nekem, mert ezzel háromféle területen helyezkedhetnénk el. Az egyik a personal styling része, ahol elmehetünk vásárolni az ügyfelekkel, úgymond, rendezést végezhetünk velük, meg ezen kívül mehetünk fotózásokra, divatfotózásokra, magazinokhoz, modellügynökségekhez, és például filmekben is részt vehetünk, és ami hogyan épült föl, hát az első körben igazából főleg elméleti oktatásunk volt, így az első fél évben, így építgettük az alapoktól, utána egyre komplexebb dolgokat is tanultunk, mint például az anyagismeret. És már ekkor is voltak egyébként néhány gyakorlati lehetőségeink, majd a második fél évben meg főleg inkább gyakorlat volt, meg külső helyszíneken voltunk, tervezőkkel találkoztunk, műhelylátogatások, a tervezők termékeivel ismerkedhettünk meg, még több gyakorlat, úgyhogy igazából folyamatosan épült ez a dolog. Volt olyan része az oktatásnak, amit kifejezetten nem szerettél? Nem, nem volt ilyen. Minden tetszett, amit Igen. nem mutattak mondtad, hogy voltál tervezőknél? Volt esetleg nagy név, akit a többiek is ismeretnek? Aki mondjuk benne van az esküvői világban, ő, ő lehet, hogy ismeri Sármán Nórát például, vagy egy másik tervező, a Printa tervezője, aki újra hasznosított dolgokat használ föl, például őket tudnám, vagy Ágnes Kovács, aki táskákat gyárt, például náluk voltunk. Mondtad, hogy akár personal stylistként, igen, nyom, igen, mondom, igen, dolgozhatsz és embereknek segíthetsz a gardróbjukat lecserélni. Mi mindent kell ehhez figyelni egy emberben? A személyiségét, a haja színét, a szemeszínét, az ő kedvenc színvilágát, Igazából ezt mindet, de leginkább az alakját az embereknek, mert ahhoz kell választanunk ruhákat, játszani kell a formákkal és a mintákkal, és ehhez jön utána a személyisége, kedvenc színe, haja, minden. Tehát elsősorban az alakjuk. És ezt valahogy finoman kell megfogalmazni annál az embernél, akinek nem pont tökéletes az alakja. Igen, de ezért van ez, hogy utána játszani kell a formákkal, meg színekkel, hogy minél előnyösebben jöjjön ki ők is ebből. Ehhez azért kell diplomata érzék, hogy valakivel úgy értesd meg, hogy az nem feltétlenül az ő alakjára passzol az a ruha, amit ő pedig nagyon szeretne hordani. Igen, ez így van gyakoroltátok a képzés során? Volt ilyen gyakorlati részünk is. Volt egy olyan óránk, hogy elmentünk az egyik plázába, és párokból szálltunk, és így egymásnak kellett. Tehát úgy nem volt vita ebből. Megbeszéltük, hogy neked ez miért, miért állna jó, vita nem volt. A diplomamunkád az miről szólt? Mind a két fél évben kellett vizsgamunkát csinálnunk, úgyhogy elég hamar bedobtak minket a mély vízbe. Az első fél évben kaptunk egy konkrét témát, ez mindenkinek egy divatház volt, ezt ki kellett húznunk. És a divatházat kellett úgy megcsinálnunk, az alapján a stílusjegyek alapján, meg az anyagok, színek alapján, amik rájuk jellemző, de persze a mi szemléletünk alapján. Nekünk ez, mert párban csináltuk mind a kettőt egyébként, egy olasz márka a Tods volt, náluk a leginkább a bőr volt a jellemző, úgyhogy már akkor tudtuk, hogy a mi szettjeinket is a leginkább a bőr fogja kitenni nekünk úgy volt, hogy vagy fast fashion üzletekből kerestünk összeszetteket, vagy tervezőktől kérhettünk. Viszont mivel itt a legjellemzőbbek a narancssárga, a barna, a fekete színek, és a narancssárga az nem igazán volt egyik tervezőnél, se így minden fast fashion üzletből oldottunk meg. A második fél éves vizsgamunka pedig az kicsit nehezebb volt olyan szempontból, hogy jobban ránk bízták az egész koncepciót mert csak egy témát kaptunk, ami egy mese, mítosz vagy legenda bemutatása volt, hogy elkerüljük a jelmezes hatást, de mégis bemutassuk a történetet, ezt ötszetten keresztül kellett. Mi a párommal a 2021-es szörnyenlát választottuk, és ötszetten keresztül azt mutattuk be, hogy ebből az ártatlan kislányból hogyan lett gonosz. Szörnyella, hogyha az eredeti rajzfilmet nézem, akkor eléggé fekete-fehér. Így van. Itt azért a színekkel nagyon nem lehet játszani. Annyira nem, de igazából a felépítése volt más. Onnan kezdtük a bemutatását szörnyellának, amikor még ártatlan, hajléktalan kislány volt, és ehhez a ruhákat pedig turkálókból szedtük össze, és így építettük fel az egész vizsgamunkát, hogy utána szereztünk ruhákat festfesen üzletből, és amikor már a, úgymond a leggonoszabb volt, az pedig egy tervezői darab volt. Arra figyelnünk kellett a második fél éves vizsgamunkánál, hogy valami sajátot is beletegyünk, hogy még kreatívabbak legyünk, ne csak egyszerűen oldjuk meg. Mi az én párommal szintén készítettünk egy ruhát újságpapírból, amit több napon át csináltunk kettem. Ami nagyon jó, mert szintén fehér alapon fekete. Igen. <laughs> Melyik volt a szívedhez közelebb álló? Amikor egy divatmárka portfólióját kellett gyakorlatilag lemásolni, vagy pedig az, amikor a saját kreativitásodat is belevihetted? Az elsőnél igazából én nem is igazán ismertem ezt a márkát, úgyhogy nagyon sok munka volt, amíg utána jártunk, kutató munka, mindent megnézni róla, megtudni, úgyhogy ettől igazából én személy szerint nagyon is féltem, hogy hogy fog ez kinézni, mert egyszerűen nem tudtam róluk semmit de amikor aztán kiderült, hogy milyen jó egyet is kaptunk, akkor azért nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt ilyen jól megoldottuk, úgyhogy a második fél évessel meg igazából már nem is féltem annyira, meg úgy voltam vele, hogy biztos megoldom, ha már az első sikerült. Viszont ez meg más szempontból a saját ruha miatt is az egyik kedvencemnek mondhatom, úgyhogy nem, nem tudok erre neked válaszolni. Milyen visszajelzéseket kaptatok? a saját ruha az mindenkinek nagyon tetszett, mert mondták ott a vizsgáztatók is, hogy féltek tőle, hogy nehogy valami gagyi hatása legyen, de olyan jól összeraktuk, hogy akár ez egy hordható ruha is lenne, meg hát az előzőre is, hogy mondták, hogy amennyire féltünk tőle, annyira jó lett, nem találtak hibát igazából egyik vizsgamunkába se. A munkáitokat élő modellen kellett bemutatni? Így van. Honnan találtál modelleket? Az első fél évesnél a Visszás modell Management ügynökségtől voltak, mert figyelnünk kellett, hogy azért beleiljenek a koncepcióba mind a kettő vizsgamunkánál. A második fél évesnél pedig fontos volt, hogy egy vörös hajú lányt szerezzünk, az pedig már a Free Faces Model ügynökségtől volt. Tehát gyakorlatilag profikkal dolgoztatok. Így él. van. Könnyebb profival dolgozni? Könnyebb könnyebb, mert azért ő már tudja, hogy mégis milyen pózokat, meg figyelnie kellett az arcára és az arcjátékára is, mert az se volt mindegy. És végül megvolt ez a vizsgamunkád, aminek lett egy utóélete. Így van az jött ez az ötlet, hogy már igazából az iskolába is mondták, hogy beküldhetjük a készanyagokat újságokhoz, itthoni, hazai magazinokhoz, de az első fotózás alkalmával a sminkesünk ajánlotta, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk külföldi magazinba is, és igazából ő adta az ötletet. Úgyhogy én meg úgy gondoltam, megpróbálom, belevágok, és akkor sikerült is egyébként. Na, mesélj akkor erről, hogy hogy találtad meg ezt a Magazint. Van egy oldal, ahol fel vannak sorolva ezek a külföldi magazinok mindenféle téma szerint ki tudott választani különböző kritériumok alapján. Válogattam elég sokat egyébként, hogy hova élhetne bele a mi munkánk, és ez alapján, amit úgy gondoltam, hogy nagyon majd ide szerintem jó lesz, akkor elküldtem igazából ez egy elég vicces sztori ennek az alakulása, mert írták is, hogy miután beküldi valaki az anyagot, akkor egy pár nap múlva majd visszajeleznek, hogy tetszette nekik, meg elég jó volt-e. Egy pár nap múlva egyébként tényleg vissza is jeleztek, és mondták, hogy tetszett, meg szeretnének ezzel foglalkozni, de több hétig nem is volt semmi. Úgyhogy én se foglalkoztam igazából vele, úgy voltam vele, hogy tök jó, tetszett nekik, azért ez is nagy dolog, hogy mégis külföldön is tetszett, aztán eltelt egy hét még ezután, ezután, na, nem tudom, egy öt hét után, mikor írtak, hogy mindenkinek köszönik a munkát, meg hogy létrejöhetett ez a példány, felsoroltak pár infót, hogy hány példányban jelenik ez meg, meg hogy melyik nagyvárosokban, meg küldtek egy linket. És akkor én meg is néztem ezt a linket, de egy pár PDF oldalt mutatott csak maga címlapot. Nem is volt benne az én munkám, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó van, hát most elküldték, most mit kezdjek vele. És akkor szintén ezután eltelt egy pár nap, beszélgettem az egyik csoporttársammal, és ő mondta, hogy de hát ha elküldték a linket, akkor valószínű, hogy benne vagy te is. Úgyhogy utána megint elővettem ezt a dolgot, és megrendeltem, és igazából akkor derült ki, hogy tényleg benne vagyok, amikor már kézbe fogtam a magazint. Azért mondjuk el, hogy ez a magazin és ez az ügynökség, amelyik ezt a magazint összeállította és kiadta, ez egy New Yorki ügynökség. Igen, ez New Yorkban jelent meg amit a világ divat fővárosának is nevezhetünk, hiszen rengeteg olyan fashion show zajlik New Yorkban évente, ahová a szakemberek előszeretettel járnak tehetséget kutatni. Igen, úgyhogy én ezt nagyon nagy dolognak érzem. Ezt a magazint online adják ki, de te rendelhettél belőle egy nyomtatott példányt. Igen, amit névre szólóan küldtek el egyébként. Na milyen érzés volt, amikor a kezedbe fogtad ezt a magazint, és ott volt benne az, amivel az előtt egy fél évvel dolgoztál? igazából eléggé hihetetlen volt, és tényleg amíg meg nem kaptam, addig nem is nagyon tudtam, hogy most tényleg benne vagyok, úgyhogy addig meglepetés volt, de amikor aztán tényleg végre a kezembe fogtam, akkor nagyon boldog voltam és büszke, és tényleg azt szerintem ez nagy elismerés, hogy külföldön, ráadásul pont, ahogy mondtad, te is New Yorkban ezt elismerték milyen visszhangja volt itthon. Tehát gondolom a család örült neki, hiszen azt látták, hogy nem véletlenül járt egy évig. Ugye egy ebbe? év volt, igen. Egy évig nem véletlenül járt akkor ebbe a képzésbe a lány. A lám, külföldön is felfigyeltek rá. Igen, mindenkitől itt a közvetlen környezetembe, de igazából szakmai körökben is elég sok elismerő szót és gratulációt kaptam, például feltörekvő tervezőktől is, ők is írtak nekem. Ez azt jelenti, hogy ők is figyelték ezt a magazint, látták, hogy van benne egy Salgotarjáni lánynak egy anyaga, vagy pedig a közös munka révén figyeltek titeket továbbra is? Közös munka révén meg különböző eseményeken találkoztunk, és akkor az alapján a közösségi oldalakon például láthatták ők is egymást ismerősnek jelöltétek, Igen. és akkor így már látjátok egymásnak az előre menetelét. Mit szóltak hozzá, hogy bátor voltál, belevágtál, és lám, bejött? Nagyon sokan írtak tényleg elismerő szavakat és gratulációkat, és mindenki úgy kérdezte, hogy hát de ezt hogy, meg hol? Mindenki úgy kíváncsi volt rá, hogy hogy, és akkor legtöbb emberek, akivel beszéltem, ó, oh, hát akkor ő is megpróbálja, ez így mindenkinek egy kis erőt adott ehhez az egészhez, hogy ők is belevágjanak ez azt jelenti, hogy benned például megjött az étvágy, hogy külföldön továbbra is megmérettesd magad? Igen, pont ahogy most ezt így felhoztad, szeretném majd a második fél éves vizsgamunkát is beküldeni valamelyik magazinhoz majd. Ugyanide, vagy valahová máshová a világban, Milánóba például? <laughs> az is jó ötlet. Nem tudom majd, ugye ez a témától függ igazából, hogy melyik magazinhoz küldhetem be, de valami külföldihez az biztos. Mondjuk el, hogy mi szerepelt ebben a magazinban, ugye 8 oldalt kaptál? 8 oldalt, igen. 8 oldalon azért elég sok mindent be lehet mutatni. Igen, a legfőbb és legkiemelkedőbb képeimet választották ki, mind a 8 oldal. Egy-egy saját munka volt, Ön meg is említették a, a csapattagokat, mindenkinek ki volt írva a neve. Innentől kezdve, ha valaki akar, akkor valamelyik közösségi nagy portálon megtalált téged, egy így nagy divatháztól. Igen. Hallottál már ilyesmiről, hogy ez alapján kerestek meg, és mondjuk ajánlottak egy gyakornoki munkát valakinek? Tesztfotózások alkalmával, ami volt is nekünk gyakorlat, inkább így az alapján, nem így konkrétan magazin, hanem így gyakorlatok alapján. Említetted, hogy az első félévi vizsgamunkád az fast fashion alapján összeállított, vagy azokból a darabokból összeállított ruhákból készült. Mennyire lehet ez egyedi? Mert azért mégis egy divatháznak, amelyik saját tervezővel dolgozik, saját varodával, saját modellekkel dolgozik, sokkal könnyebb dolga van, mint ugyanezt úgy leutánozni, hogy valahol boltokból, esetleg kisebb tervező kollekciójából kell összeválogatni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy lehet ez egyedi, mert minden egyes embernek más tetszik, mindenkinek más az ízlése, és attól, hogyha mondjuk valaki bemegy egy üzletbe, és aki, okay, hogy tömeggyártott cikkek vannak mondjuk, akkor is nem biztos, hogy egy-egy személy egy fölsőt ugyanazzal a nadrággal párosítana össze. Szóval szerintem ez mindenkinek a stílusától függ. A testílusod milyen a teruás szekrényedben, milyen darabok lapulnak? Változatos. Én úgy szoktam kiválogatni, ami az eseményekhez illik. Tehát nekem mindenféle van, mindenféle ruhadarab. Turkáljunk egy kicsit azért benne. Kis fekete koktélruha. Az is, igen. Mi az, amiben nagyon szívesen vagy hétköznapokon? Fontos a kényelem azért számomra, de inkább így az elegánsabb felé hajló dolgokat. A sportosokat mondjuk annyira nem. Van, amikor azt is felveszem, de inkább az ilyen elegánsabb darabokat. A kényelem az számodra mit jelent? Az elegánson belüli kényelem. Hogy ne legyen az, hogy mondjuk egész napot vagy egy ruhába, és akkor túl szűk, nem jól áll, húzogatnod kell, hanem tényleg az úgy kényelmes legyen egész nap. Van kedvenc színed, vagy kedvenc márkád, Kedvenc színemnek talán a, a lilát és a kéket mondanám, viszont ez érdekes, mert ilyen színeket viszont nem annyira hordok. Inkább mondjuk a fekete, vagy az ilyen bézs, sötét kék, ilyeneket, a túlszíneseket annyira nem szeretem. Ha az utcán látsz egy csinosan felöltözött hölgyet, vagy egy csinosan felöltözött férfit, akkor azon a szakmai szemmel is végigméred, hogy milyen divatirányzat szerint szapták ezeket a modelleket, Először inkább csak személyes vélemény szerint nézem, hogy hú, nekem mondjuk teljesen mindegy ez a szoknya, hogy a nadrág mennyire tetszik, hogy esetleg én is felvenném, és csak utána jön az, hogy lehet, hogy ebből mondjuk nem ilyen szín kellett volna, vagy nem ez a méret. Úgyhogy először nem szakmai van, hanem saját véleménnyel fordulok hozzá. De kritikus véleményel? Nem feltétlenül. Van, amit tényleg csak úgy mondjuk megdicsérek, hogy jaj, ez milyen jó, hogy esetleg hú, ilyen nekem is kell, úgyhogy nem feltétlenül kritikus véleményel ha valahová nagyon elegánsan akarsz kiöltözni, és azt szeretnéd, hogy minden szempár rátszegeződjön, akkor mit vennél föl? Valamilyen ruhát, magas sarkúval. <laughs> Mennyire foglalkoztatok a kiegészítőkkel ebben a képzésben. Tehát gondolok itt táskákra, cipőkre, övekre, sálakra, kendőkre. Azokkal is, meg még a fülbevalókkal is, a nyakláncokkal is, szemüvegekkel is, mert igazából ezek sem mindegy, hogy mondjuk egy fülbevaló mennyire hosszú, mert az is az arcodhoz mérten kell figyelni, hogy hány centi lehet, mennyire lóghat le, hogyha nagyon bele akarunk menni a témába. Elképzelted már, hogy egyszer lesz egy saját kollekciód? Igazából én most még elmennék eseményekre, tapasztalatot szeretnék szerezni, meg kapcsolatot építeni, úgyhogy nem igazán foglalkoztatott még ez a dolog, de nem zárkózok el előle. Tehát még továbbra sem rajzolsz otthon? Nem. Lányokat nem. különböző ruhákban. Gondolom, hogy egy ilyen magazinban megjelenés, egy jó minősítésű vizsgamunka az egy jó belépő arra, hogy valahová később, akár egy magyar, akár egy külföldi divattervező csapatba bekerülhess. Van ilyen terved? Én is úgy gondolom, hogy így van lehetőség, meg nézem is ezeket a lehetőségeket, és igazából majd most augusztus végén is megyek egy divat bemutatóra, ami a közép-európai régió egyik legmeghatározóbb divateseményének számít itthon, mert a magyar divattervezők mellett külföldi, például okrán, román, cseh, lengyel, szlovák és szervtervezők is bemutatják a kollekcióikat, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképp ez egy nagy segítség, hogyha valakinek van egy ilyen háttere, de igazából gyakorlat kell ehhez is, és hogy elmenj minél több helyre. Magyarország hol szerepel ebben a rangsorban? Ugye most több kelet-európai országot is felsoroltál. Nagyjából ugyanonnan indultunk 1990-ben, akkor te még nem éltél. Nyugodtan mondhatjuk, hogy divat területén eléggé zárt volt ez a régió, amelyre egyszer csak rászabadult a nyugati kultúra. Hol tartanak most a magyar tervezők, hol tartanak a kelet-európai tervezők? Hát ez igazán változó, mert voltam már egy ilyen eseményen februárban, és igazából ez, ez is tervezőtől függ. Mert volt olyan tervező is, akinek tényleg nagyon extravagáns darabjai voltak. Voltak a ruháján például unikornisok, kezdve különböző virágformátumok, de voltak ilyen egyszerűbb letisztult darabok is. Úgyhogy ez is tényleg igazából emberfüggő. Volt olyan a külföldi tervezők között, akiknek szintén ilyen extra ruhái voltak, például volt egy kabátja, és azon belül nagyobb virágok voltak berakva, és ilyen átlátszó dologgal volt beborítva, tényleg mindenféle típusú ruhák voltak. Voltak, amik kézzel készült csipkével, különböző bőrből, szemüvegek is, amiket ők csináltak, úgyhogy ez mindenkinek egyedi. Magyar tervezők közül, aki elsőként 90 után berobbant a nemzetközi köztudatba, a Zóbkati. Ma már inkább Nanuska, illetve Éron az, akinek a ruhái alkotásai, ma már nyugodtan lehet mondani, akár világsztárokat is elérnek. Ez elérhető szerinted bárki számára, aki most otthon ül, hallgatja ezt az elást, és azt mondja, hogy hát ez engem is érdekel, végül is egy kétszer fél éves tanfolyammal én is kipróbálnám magam, hogy egyáltalán alkalmas vagyok -e erre a pályára. Szerintem igen, de nagyon fontos a kapcsolatépítés, és mindenhol azt ajánlják, így a nagyobb tervezők is mondhatjuk így, hogy menjünk el mindenféle eseményekre, többek között divatbemutatókra is, mert ott találkozhatunk a tervezőkkel, ott ismerkedhetünk meg a munkájukkal, meg ők ott tanácsokat is adhatnak, mert ráadásul például, akit említettél Zóbkat itt, őt így én is ismerem, így a divatbemutató alapján, nem csak az ilyen nagyobb márkákat akkor, mint a Nanuskam is az érom. Ha már a divatbemutatókat említetted, ez eléggé megosztó, hiszen egy divat bemutatón általában irányzatokat mutatnak be, és nem kész a hétköznapi életben is hordható ruhadarabokat, ezek viszont így eléggé megosztóak. Mi az, ami egy ilyen bemutatón, ahol mondjuk teljesen extrém dolgokat vonultatnak föl, Megfogja a fantáziádat, és azt mondod, hogy ezt érdemes lenne tovább gondolni. Igen, igazából ezek a tervezők egy életérzés miatt csinálják ezt, vagy hogy nekik jelent ez a, ez a set valamit, nem pont azért, hogy most ők ezt mindenképp azt szeretnék, hogy ugyanúgy megjelenjenek az üzletbe, és akkor tömeggyártást csináljanak ebből, hanem tényleg amíg ők elgondolnak, a saját véleményüket mutatják be. Úgyhogy szerintem ez oké, hogy megosztó, de mivel saját dolgokat akarnak bemutatni, ez az ő dolguk. Egyáltalán nem probléma az, hogy amit a kifutón látnánk, azt nem vennénk föl a hétköznapi életben. Nem, úgy gondolom, hogy nem. Vannak olyanok is, amiket fel is tudnánk venni, de vannak olyanok is, amit nem. És ezt nem kell megvásárolni. Van, akinek ha megtetszik, és azonosul az életérzéssel, akkor igen, de nem feltétlenül van olyan anyag, mint mondjuk a bőr vagy a csipke, amivel szívesen dolgoznál, amivel egy kicsit többször gondolkodsz, hogy ebből jó lenne valamit csinálni, vagy ezzel valamit tervezni? Pont ezeket mondtad el, most hozzám itt az első fél éves vizsgamunka miatt a bőr az nagyon közel állt, úgyhogy nekem az, az nagyon megtetszett, meg abból tényleg tartós dolgokat tudsz létrehozni. Úgyhogy inkább azzal, hogyha foglalkoznék, akkor azzal foglalkoznék csak a női vagy a férfi irányzatban is kipróbálnád magad? Az az igazság, hogy sikerült mind a kettőben végül is kipróbálni magam, mert a viszásnál volt egy olyan gyakorlatunk, hogy tesztfotózásra kellett nekünk ruhákat összeállítani, öt modellnek kellett ruhákat vinni, és abból az ötből kettő férfi volt, úgyhogy végül is mind a két részt megtapasztalhattam, de inkább a női áll hozzám közelebb. Jelenleg a megyei napilapnál administratív munkát végzel, abszolút ettől a világtól távol áll. Hogyan látod magad? öt év múlva a divatvilágban fogsz dolgozni, vagy szeretnél öt év múlva a divatvilágban dolgozni? Szeretnék, főleg igazából a filmes rész fogott meg engem így az iskola során, mert ott is volt egy gyakorlatunk, ahol sorozatban vehettünk részt, és én beleláttam az egész folyamatban nem csak a divat részébe, meg az öltöztetős részébe, hanem az egész filmes folyamatnak a részébe, és engem ez a világ vonzana leginkább. Tettél már lépéseket, hogy ebben az irányban elindulj? Igazából nem. Engem most a divatbemutatók felé mondhatjuk úgy, hogy sodort az élet. Ezért te már kapsz fizetést? Most már igen. Tehát gyakorlatilag bejött. Igen. És azt csinálhatod, amit egyébként kislánykorodban is szerettél. Csak most már nem babánkon, hanem élő embereken. Élő embereken, igen. Így van. Ez jó? Ez azt jelenti, hogy megvalósítottad az álmod? Mondhatjuk úgy, hogy igen.